Szép eredmény ez nekünk, mert nem gondoltam, hogy ilyen simán nyerünk 8-3-ra, de ettől még nem kell elájulni ettől az eredménytől, mert lesz egy visszavágó Pécsen, ott nehezebb lesz. Nyilván meg lesz a rájátszás, én arra koncentrálok a rájátszásra, hogy ott kell a gyerekeknek nagyon-nagyon csipkedni magukat. Ezen a mostani meccsen melyik volt a legfontosabb összecsapás, ahol végleg eldőlt az, hogy a Celdömölök nyert, hiszen volt már 4-1 is. Úgy érzem, a Fazekas Péter megverte elég simán a Petőt, a szerb gyereket, a válogatottat. Ott már nagyjából éreztem meg, hogy a páros 1-1 lett, nem 0-2 oda. Az már jó nekünk. Egy pillanat. Elnézést. És hát a Fazekas beindította, és a Jakab is a első meccsével, és az iráni fiú jól játszott, az is nyert, az nagyon kellett. Akkor már éreztem, hogy nekünk áll a meccs. Utána jött még ugye Fazekas Péter újabb nagy meccs Demeter Lehel ellen. Az egy kicsit kilódás volt, mert az ütője akkor ragasztotta, mert fő volt holyagosodva az egyik gumia, de aztán a sokat rontott tenyeressel nem magamat akarom fényezni, mutattam, mondtam neki, hogy tartsa a kezét. Nagyon betörte, és minden leesett neki a tenyeresnél. Mondhattam, nyissa ki ebbe az ütőt, és utána elég magabiztosan nyert a Fazék. Említette azt, hogy jön majd egy visszavágó, illetve lesz a szokásos 4-es döntő, ha minden igaz, és jól hallottam, akkor Komlón. Itt Celdömölkön, hogy 2 éve van ez az új sportcsarnok. Mennyire látja azt, hogy azért egyre népszerűbb a sportág itt is, vagy akár az egész országban? Hát úgy látom, hogy nagyon jót tett Celdömölknek ez a sportcsarnok, mert elég sok most már a kisgyerek, hála Isten egyre több, és jött egy új edző, és az segít nekik, Kalmár nevű játékos volt, együtt játszottunk, vagyis hát ő fiatalabb, mint én, de a budapesti postásban volt ő, utána kiment Németországba, állítólag az onnan jött most vissza, de reméljük, hogy összejön ez szép lassan, összeáll ez a kép, és akkor itt Celdömölkön is lesz egy kiugró játékos. És ön hogy van? Én, hát a vállam. Játszik még, nem csak itt edző? Én játszok Budapest 2-be, hála Isten nem egy, hát nem olyan nehéz osztály nekem ez, de hát 68 évesen már mindenem fáj, most a kezem, sajnos leestem a kádba, 2-szer visszaestem, és annyira megsérült a jobb kezem, hogy hétfőn megyek például orvoshoz, hétfőn van meccsem is, úgy félgőzzel tudok játszani, lehet, hogy meg kell műteni, én úgy érzem, ezt meg kell műteni a kezemet megint, a vállamat.